Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Augusztus 21-e van, a Sáumellek ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei röviden. Tovább csökkent a várakozási idő a szerb-magyar határon. Szerbiában az idei év végéig nem terveznek gázáremelést a háztartások számára. Holnapig lehet jelentkezni az MNT szerb nyelvi felzárkóztató képzésére. Lövöldözés egy nyugat-boszniai gimnáziumban. Tovább csökkent a várakozási idő a szerb-magyar határon. Az utazók számára tehát jó hír, hogy az elmúlt kritikus napok után szerda reggel tovább mérséklődött a várakozás. Az illetékesek szerint azonban a hétvégén ismét torlódások alakulhatnak ki. A helyszínről Annus Beatrix tudósít. Mérséklődött a várakozás a szerb-magyar határon. Kisebbek a sorok, és gyorsabb az átjutás is az átkelőkön. Az elmúlt napokban volt, ahol több tíz órán át is tartott a veszteglés az út mellett az utazóknak. Mára azonban, ahogy mögöttem is látszik, ez az idő lecsökkent. A Border Watcher applikáció információi szerint ma fél 12 körül a Horgos-Röszke közúti átkelőn 150-160 percet, míg a Királyhalom másodhalom átkelőn 45-50 percet, valamint a Tompa-Kelebiai átkelőn 90-100 percig tartott a várakozás. Továbbra is érdemes a kisebb átkelőket választani Magyarország felé, mint amilyen a Rábé Kübekháza, a Bajmok Bácsalmás vagy a Gyála-Tisza-sziget. Ezeken az átkelőkön ugyanis kisebb a torlódás. Ma a délelőtti órákban 16-tól 30 perces várakozásra számíthattak az utazók. Szerbiában az idei év végéig nem terveznek gázáremelést a háztartások számára, míg a gazdaságokban csak kisebb árkorrekciók várhatók, függetlenül attól, hogyan változik a kőolaj ára. Ezt a Srbijagaz vezérigazgatója Dusan Bajatović mondta, aki kiemelte, hogy nem számít komolyabb fennakadásra a gázellátásban. Szerbia biztosította a gáztartalékokat, és az udvarnoki gáztároló megtelt. A gáz tehát nem lesz drágább a háztartások számára, de az biztos, hogy az olajár változásától függetlenül egy kis emelkedés lesz az ipar számára, szögezte le Bajatović. Újabb országok jelentettek gyanús eseteket majomhimlő fertőzéssel kapcsolatban. Svédország után a tájföldi egészségügyi hatóságok feltételezése szerint Afrikából utazott egy személy az országba, aki majomhimlőre utaló tüneteket produkált. A gyanú szerint az erősebb variáns jelent meg náluk. Ezen kívül Argentína is karanténba helyezett egy teherhajót, mivel a legénység egyik tagján a himlő tüneteit fedezték fel. A szakértők folyamatosan nyomon követik a vírus terjedését. Mi pratimo situaciju, sprovodi se nadzor, u slučaju da se registruje neka sumnja, znači radi se laboratorijska potvrda i sprovode se druge mere kao što je recimo izolacija, nadzor nad kontaktima, lečenje i tako dalje. Što se tiče rizika od nove pandemije, znači MPOX se razlikuje puno od COVID-a, jer smo o MPOX-u puno naučili još 2022. godine, to je virus koji znamo preko 60 godina. Znači znamo mnoge osobine virusa i znamo koje mere treba sprovesti. Sad je samo na pitanje kako će se kojom brzinom sprovesti mere upravo na afričkom kontinentu gde je epicentar, znači, ove epidemije. Maja Gojković tartományi kormányelnök és Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke ma munkamegbeszélésen egyeztetett a vajdasági parlament soron következő ülésének legfontosabb napi rendi pontjáról, ez pedig a tartományi költségvetés első idei módosítási javaslata. Maja Gojković arról tájékoztatta Juhász Bálintot, hogy a tervezett módosítás biztosítja majd a szükséges forrásokat a vízgazdálkodási és a környezetvédelmi, a közlekedési infrastruktúra, az egészségügyi, az oktatási és a tudományos kutatási beruházásokhoz és tevékenységekhez. A beszélgető partnerek egyetértettek abban, hogy a mai találkozó a jó gyakorlat példája a két intézmény rendszeres tevékenységét illetően.
Holnapig lehet jelentkezni a Magyar Nemzeti Tanács szerb nyelvi felzárkóztató képzésére. A képzés ingyenes, a szállást, valamint a napi menüebéd költségeit az MNT biztosítja, míg az utazási költség a résztvevőket terheli és saját szervezést igényel. A tudásszint felmérés időpontja augusztus 27-10 óra, melyekre Szabadkán a Kosztolányi Dezső tehetséggondozó gimnáziumban, Zentán a Bolyai tehetséggondozó gimnázium és kollégiumban, valamint a Temerini Kókai Imre általános iskolában kerül sor. A 80 tanórából álló órákat szeptember 2-a és 13-a között tartják meg a már felvételt nyert elsőéves egyetemisták és a Vajdasági Jogon Jogász Ösztöndíj programban résztvevők számára. A program helyszíne az Újvidéki Európa Kollégium. Jelentkezni a breki.mnt.org.rs oldalon lehet augusztus 22-e 14 óráig. A félelem az autóvezetéstől és a forgalomban való közlekedéstől számos kezdő sofőr életében jelen van. Vannak, akik már megszerezték a jogosítványukat, mégsem szeretnek volán mögé ülni. Autóval közlekedni gyakran félelmetes lehet, és számos feszültség érhet minket közben. Tapasztalatszerzéssel azonban felülkerekedhetünk félelmeinken. Számomra a vezetés rendkívül felszabadító érzés. Szeretem egyedül vagy társaságban, jó zenéket hallgatva, és természetesen a közlekedési szabályokat betartva róni a vajdasági utakat. De az autóvezetés sokaknak nem ennyire felemelő érzés. Sok kezdő sofőr számol be arról, hogy bár a kezükben van a számos nehézség árán kiérdemelt jogosítvány, mégis bizonytalansággal küzdenek a forgalomban. Az oktató vagy egy tapasztalt sofőr jelenléte biztonságérzetet nyújthat. De amikor az ember egyedül próbál megküzdeni a forgalom nehézségeivel, gyakran ismeretlen helyzetekkel is szembe kell néznie. A legnehezebb dolog elhinni, hogy tud az ember vezetni, és utána meg azt, hogy attól, hogy ő betartja a szabályokat, nem biztos, hogy más is be fogja tartani. Tehát, hogy mindig résen kell lenni, hogy ki mit fog csinálni, és azt abban a pillanatban meg kell oldani gyorsan. Meg a másik az, amikor az ember tényleg abban a tempóban vezet, ahogy ki van írva, akkor van, hogy siettetni akarják, és akkor azt kell ignorálni, hogy dudálnak. Rózsa István gépjárművezető oktató szerint a legfontosabb a tapasztalatszerzés és a teljes éberfigyelem a forgalomban. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az autóvezetői képzés során senkiből nem válik profi sofőr. A tanulás a vizsga után is folytatódhat, és érdemes lehet először kisebb intenzitású forgalmi utakon próbálkozni. Akkor kell vizsgázni, amikor valakit érdekel. Mert ha valakit érdekel, az az autóvezetés, szeretné csinálni, akkor jobban oda tud figyelni. És itt már akkor tehát a forgalomra is tehát tudja figyelni, ha nagyobb a forgalom, akkor is tud figyelni. Tehát valami módon, aki vezet, aki részt vesz a közlekedésbe, érdekessé kellene, hogy tegye saját magának. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És itt kellene valahogy ezt mindenkinek rájönni, hogy most mennyire mer. Mert az is fontos, hogy ha valaki nem mer, akkor egy valahol, ahogy mondtam az előbb, ahol kisebb a forgalom, ott próbálni, esetleg segítséget kérni valakitől, szülő, valaki üljön mellette. A kezdővezetők autóin egy próbatábla jelzi a forgalom résztvevőinek, hogy kevésbé tapasztalt sofőrről van szó. Fontos, hogy a tapasztaltabbak külön figyelmet fordítsanak rájuk, legyenek türelmesek, és segítsék őket a forgalomban a biztonságos közlekedés érdekében. Hárman meghaltak, egy ember pedig súlyosan megsebesült ma a nyugat-boszniai Szánszki Most egyik gimnáziumában, ahol egy iskolai dolgozó tüzet nyitott a tantestületi gyűlésen résztvevő tanárokra. Sajtóinformációk szerint az áldozatok között van a gimnázium igazgatója, titkára és az egyik tanár is. A lövöldözés tényét a helyi rendőrség szóvivője is megerősítette. A lövöldözést követően a gyanúsított megpróbált magával is végezni. Jelenleg a Banja Lukai kórházban ápolják.
Drónzáport zúdított Ukrajna Moszkvára. Kedről szerdára virradóra 11 drónt kellett hatástalanítania az orosz légvédelemnek. Az X közösségi platformon több felvétel is kering a támadásról, az esetleges okozott károkról egyelőre nem érkeztek információk. A háború egyik legnagyobb dróntámadását indította Moszkva ellen Ukrajna, legalábbis Szergej Szobjenyin szerint. A város polgármestere arról számolt be, hogy 11 Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg. Több drónt a Kremltől 38 kilométerre található Podolsk felett. Az orosz hadügyminisztérium további 23 ukrán drón lelövéséről adott hírt a határmenti Brjansk régióban, míg Belgorod fölött 6 drónt semmisítettek meg. Ezek mellett a Moszkvával határos Kaluga régióban 3-at, a Kurszki régióban pedig 2-t. Az oroszok sem tétlenkednek. 3 új katonai egységet hoztak létre a déli határ mentén, hogy ezekkel próbálják meg feltartóztatni a támadó ukrán erőket, de Donbaszban is folytatják a harcot. Napról napra új települések elfoglalását jelentik be. Kijev pedig attól tart, hogy 2 héten belül körbezárják Pokrovszkot, ezért elrendelték a város kiürítését. A helyiek folyamatosan hagyják el a térséget, de még több 10 000-en vannak a veszélyeztetett zónában. Ukrajna nem csak a légtérben, hanem a szárazföldön is támad. Kijev szerint az egységeik a Kurszk régióban 28-35 kilométeres mélységben hatoltak be orosz területre. Csapataik több 100 hadifoglyot ejtettek az offenzíva során. A foglyokat jó körülmények között tartják. A francia hírügynökség munkatársai meg is látogathattak egy olyan tábort, ahol frissen elfogott oroszokat őriznek. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Elkezdődött az Interetno Fesztivál. Megkezdi idei európai szereplését a TSC labdarúgó csapata. Kultúra és hagyomány. Mától a világ ismét Szabadkára költözik. A Városháza melletti téren a közönség a helyi és a környékbeli egyesületek produkciói után magyarországi, kolumbiai, ekvádori, bolíviai, ciprusi, portugál, valamint bolgár vendégegyüttesek ünnepélyes bemutatkozását követheti figyelemmel a nyitó ceremónián. A Szabadka központjába látogatókat egészen vasárnapig világzenei válogatás, táncpanoráma, hagyományos mesterségek bemutatója, kirakodóvásár és táncház is várja, míg a legkisebbek számára az Aranykapu játszóházban szórakoztató programokkal, kézműves foglalkozásokkal és interaktív előadásokkal is készülnek a szervezők. Pásztor Istvánra, a VMS korábbi elnökére emlékeztek meg Tisza-Szentmiklóson a tiszteletére elhelyezett emléktábla előtt. A szervezők célja, hogy augusztus 20-án minden évben megkoszorúzzák az emléktáblát. A VMS korábbi elnökének tiszteletére elhelyezett emléktábla a Tisza-Szentmiklósi Piros Tulipán Magyar Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület székházán kapott helyet. Pásztor István fontosnak tartotta, hogy a magyar érdekképviselet a tömb mellett a szorványban is megvalósuljon. Ezeket a közösségeket külön támogatta, külön figyelmet, gondot viselt róluk. Mi nekünk például Tisza-Szentmiklóson 1963. június 13-án elvették a magyar kultúrkörünket. Egy aláírásra összevonták az összes kultúrkört, ami létezett Szentmiklóson, és egy terembe rakták az összeset, a szerbet, magyar, szlovákot, mindent. Így elvesztettük a magyar házat. De 2021-ben pásztor elnök úrnak köszönhetően újra van a Tisza-Szentmiklósi magyaroknak egy háza. Az emlékezés virágát Hugyik Rihárd, az MNT végrehajtó bizottságának tagja is elhelyezte Pásztor István emléktáblájánál. Augusztus 20-án született Pásztor István, aki a kerességben az István nevet kapta nem véletlenül, és ő a Vajdasági Magyar Szövetség elmúlt időszakának kiemelkedő jelentőségű elnöke volt, aki az elmúlt 17 évben tavalyi tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig vezette a délvidéki magyarság legfontosabb politikai szervezetét. Egy jól átgondolt stratégiával a közösség megmaradásáért és a szülőföldön magyarként való megmaradásáért küzdött. Ez volt a legfontosabb célkitűzése. A Pásztor István tiszteletére Tisza-Szentmiklóson emelt emléktáblát idén márciusban leplezték le.
Szent István szobrának megkoszorúzásával, ünnepi szentmisével, az új kenyér megszentelésével és alkalmi műsorral emlékeztek tegnap este államalapító királyunkra, a Bánáti Múzsján. A megemlékezést a helybeli Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület szervezi. Az ünnep Szent István szobrának megkoszorúzásával kezdődött. A fából készült egész alakos emlékmű Horváth János alkotása és a magyarországi testvértelepülés mind szent ajándékaként került Múzsjára 2015-ben. Az anyaország nevében Pálinkás Gábor, Magyarország belgrádi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője koszorúzott, majd a kegyellet virágát elhelyezte az MNT, a VMS és civil szervezetek képviselete. Számunkra nagyon fontos ez az esemény azért, mert itt, mint szorványban, minden ilyen alkalmat ki kell használjunk, hogy a magyarságunkat, vagyis az anyanyelvünket ápolva, a szokásainkat, hagyományainkat megőrizzük. A szobrunk itt áll több mint 10 éve, az egy adomány magyarországi egyéntől. Vajdaság szerte tegnap 25 településen tartottak Szent István napi megemlékezést. A Közép-Bánáti Múzsján, Erzsébet lakon és Nagybecskereken is van hagyománya ezeknek a rendezvényeknek. Az a tapasztalatom itt 10 év után, hogy a civil elsősorban a civil szerveződéseknek köszönhetően egyre többen vannak, ilyenkor akarva akaratlanul átgondoljuk, hogy mit jelent identitásunk megőrzése, hogyan maradhatunk meg, milyen jövőt szeretnénk, és pontosan azt tapasztaljuk, hogy amíg vannak tenni akaró emberek, akik kitartanak magyarságunk mellett, amíg van magyar oktatás és magyar kulturális élet, van itt jövő a Vajdaságban. Szent István napján nem csak a nemzethez való tartozásnak, hanem a magyar nemzetnek a kereszténységhez való csatlakozásának az ünnepe is. Egy kettős ünnep, amit úgy érzek, hogy minden évben meg kell ünnepelnünk. Itt Vajdaságban most már évek hosszú során óta a kiemelt ünnep és a Vajdaság Autonóm Tartomány, illetve a szerb köztársaság is elfogadta, mint a magyar kisebbségnek a kiemelt nemzeti ünnepét. A Szűz Mária szent neve plébánia templomban bemutatott ünnepi szentmisén az atya megáldotta az új kenyeret, majd ünnepi műsort mutattak be a helybeli fiatalok. Éves korában meghalt a világ legidősebb embere, Maria Brañas Moreira. A spanyol nő 1907-ben született az Egyesült Államokban. Túlélte a két világháborút és a spanyol polgárháborút is. Legkisebb lánya azt nyilatkozta, hogy édesanyja a genetikának köszönheti a hosszú életét. Soha nem járt kórházban, soha nem tört el egyetlen csontja sem. A Guinness hivatalosan 2023. januárjában ismert el, hogy Maria a világ legidősebb embere, miután 118 évesen elhunyt Lucille Randon francia apáca. A spanyol nő halála után a legidősebb élő ember a japán Tomiko Itoka, aki 1908. május 23-án született, tehát 116 éves. Megkezdi idei európai szereplését a TSC labdarúgó csapata. A topolyai együttes holnap este a Maccabi Tel Aviv ellen lép pályára az Európa Liga utolsó selejtező körében. A párharc első mérkőzésének házigazdája papíron az izraeli csapat, de az ottani háborús helyzet miatt a meccset Szombathelyen rendezik csütörtök este 8 órától. Jó hangulatban zajlott a TSC szerda délelőtti edzése. A topolyai csapat gőzerővel készül az Európa Liga utolsó selejtezőkörére, ahol a Maccabi Tel Avivot kell legyőzniük ahhoz, hogy ott lehessenek az EL főtábláján. A párharc favoritja az izraeli csapat, véli a TSC edzője. Deán Klafurić azonban kiemelte, céljuk, hogy meglepetést okozzanak és tovább jussanak. A TSC-re pikáns párharc vár, hiszen a Maccabi Tel Aviv együttesét az a Zsárkó Lazetić irányítja, aki nemrégiben még Topolyán ért el komoly sikereket. A TSC játékosaiban nagy a bizonyítási vágy, azonban ha mégsem jönne össze a továbbjutás, akkor sincs minden veszve, hiszen az európai őszt már zsebben van.
Európa új kihívás, és ami fontos számunkra, hogy ebből a két mérkőzésből bárhogy is jövünk ki, mi csoportküzdelmet fogunk játszani. Ez a csoportküzdelem ez lehet továbbjutás esetén az Európa Liga csoportküzdelme, illetve hogyha nem sikerülne továbbjutnunk, akkor a Konferencia Ligába játszanak csoportban. A Maccabi Tel Aviv elleni odavágót az izraeli háborús helyzet miatt Szombathelyen játsszák csütörtök este 8 órától, a továbbjutást eldöntő visszavágót pedig egy hét múlva a TSC arénában rendezik meg. Eddig tartott a híradóm, érkeznek még egyszer a nap fontosabb hírei röviden. Tovább csökkent a várakozási idő a szerb-magyar határon. Szerbiában az idei év végéig nem terveznek gázáremelést a háztartások számára. Holnapig lehet jelentkezni az MNT szerb nyelvi felzárkóztató képzésére. Lövöldözés egy nyugat-boszniai gimnáziumban. Köszönjük, hogy követték hírműsorunkat, még több információt honlapunkon a panonrtv.com-on olvashatnak. Ha tehetik, folytassák velünk az estét. Minden jót, a viszontlátásra!